Gyöngyösi Márton korábban a magyar parlament képviselője volt, egy időben frakcióvezető is, most pártelnök és európai parlamenti képviselő. Ez a mandátuma hamarosan véget ér, ugyanis a tegnapi EP választáson a Jobbik nem érte el a küszöböt. Hogyan értékeli ezt a választási eredményt? Kicsit egy csalódás volt, tehát kár is lenne szépíteni. Egy 1%-os eredmény a Jobbik konzervatívok életében egy mély pont, és ezt csalódásként éltem meg. Ez akkor is igaz, hogyha az összes pártot végignézzük, akkor ez így pont a középmezőny. Tehát mögöttünk végzett a LMP, az MMN, a 2RK, és még néhány párt. Tehát, hogy igazából, és akkor az se vigasztal igazából, hogy a Momentum meg az MKKP sem jutott mandátumhoz. Itt ugye van a Tisza pártnak a megjelenése, az végzetes hatást gyakorolt az ellenzéki pártokra, lássuk be. Igaz az, amit a szakértők meg az elemzők már korábban megállapítottak, hogy Magyar Péternek a megjelenése az alapvetően az ellenzéki pártoktól vitt el szavazókat, támogatókat. Hát ha csak azt nézzük meg, hogy a DK-t azt 20%-ról 8%-ra, a Momentumot 10%-ról 3%-ra, de még talán a mi hazánkból is faragott néhány százalékot, így a Jobbikot is, a fél évvel ezelőtt ugye ilyen 5-6% körül mérték a Jobbikot, hát az 1% az teljesen egyértelműen a Magyar Péter megjelenésének köszönhető, ezt nyilván csalódásként éljük meg. A tagállami parlamenti, illetve az európai parlamenti munka az látszólag hasonlít, de a metódusát tekintve egészen eltér egymástól, hiszen például az európai parlamenti képviselőknek nincsen törvénykezdeményezési joguk, csak az Európai Bizottságnak, míg egy tagállami parlamentben az lényegében véve az egyik fő funkciója egy képviselőnek, hogy benyújtson parlamenti indítványokat, törvényjavaslatokat, módosítókat. A tapasztalatok alapján, ugye akár a Magyarországgyűlésben, akár az Európai Parlamentben, melyikben volt kellemesebb a munkakultúra, az egymáshoz való viszonya a különböző pártállású képviselőknek, és egyáltalán a politikai légkör? Nagyon nehéz összehasonlítani ezt a két intézményt. Parlament, de ahogy ugye mondta is, ez két nagyon különböző műfaj, és ugye az Európai Parlament a világ egyetlen ilyen multinacionális parlamentje, ahol valóban a nem olyan típusú törvénykezési vagy törvényhozási munka folyik, mint ami egy nemzeti parlamentben. Sokkal inkább egy egyeztető tanács és egy ilyen érdekegyeztető fórum, mint törvényhozás. Nagyon-nagyon különbözik ez a kettő, és nagyon nehéz lenne ezeket egyáltalán összehasonlítani. Tehát itt a magyar parlamentben hát ugyancsak nehéz volt az egész törvényhozással kapcsolatos munka lévén, hogy én 2010-től 2019-ig voltam képviselő, és ezen időszak alatt szinte hézagmentesen, kétharmados többséggel egyeduralom volt, ugye fideszes egyeduralom, és hát abban a törvényhozás, mint műfaj, az legalább annyira lehetetlen, mint az Európai Parlamentben, ahol erre ugye a bóvó, vagy természeténél fogva nincs lehetőség. Tehát itt is azért a magyar parlamentben módosítókat átverekedni, önálló kezdeményezéseket végigtolni egy fideszes kétharmaddal szemben teljes mértékben lehetetlenség. Ugyanakkor a magyar parlamentben az, hogy van napi rendelőtti felszólalás, vannak interpellációk, vannak azonnali kérdések, vannak írásbeli kérdések,
amire, ahol a kormány tagjaival közvetlenül lehet csörtét vívni, meg vitatkozni. Most azt hagyjuk, hogy milyen színvonalon, de lehet. Ez teszi nagyon-nagyon széppé a magyar parlamentnek az intézményét, vagy a nemzeti parlamenteknek az intézményét. Kint az Európai Parlamentben, ott hát ilyen sokkal tágabb témák kapcsán inkább felszólalásokat lehet intézni, de nincs ez az adok-kapok lehetőség mondjuk egy Ursula von der Leyennel, vagy egy Európai Unió soros elnökségét vezető miniszterelnökkel, vagy külügyminiszterrel, aki adott esetben ott jár és felszólal. Tehát nincs ilyen értelemben vett közvetlen kapcsolat, mint ami egy nemzeti parlamentben megvan. Viszont ami az Európai Parlamentet nagyon izgalmas helyszínét teszi, az a végtelen network, kapcsolatépítés és érdekegyeztetési lehetőségek sokasága, ami ezt egy nagyon izgalmas helyét teszi. Tehát az, hogy tényleg 27 országnak a különböző ideológiákat képviselői ott vannak, és velük egy adott témában lehet egyeztetni, meg lehet ismerni az álláspontjukat, lehet velük alkalmi ügyek mentéti szövetségeket kötni. Ez az Európai Parlamentnek egy nagyon izgalmas aspektusa, amit én kifejezetten élveztem. Az Európai Parlamentben, mint ahogy korábban a Magyar Parlamentben is, ugye külügyi bizottságban tevékenykedett. Tudjuk, hogy ugye milyen a magyar külpolitika színvonala, és hogy ugye ebben mennyiben más az Európai Uniós külpolitika, és hogy gyakran a kettő, legalábbis a sajtóban igen heves csörtét vív egymással. Az EP külügyi bizottságában milyen a munka a különböző képviselők között? Hát ugye a külügyi bizottság, amit ott AFET-nek hívnak, az egy nagyon speciális bizottság, ami nem egy ilyen technikai bizottság. Tehát ugye nagyon sok olyan bizottság van az Európai Parlamentnek, ahol policy mentén zajlik a folyamatos egyeztetés. Tehát nem tudom én, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos bizottságban folyamatosan ugye a különböző kétoldalú egyezményeknek a szövegezése és az apró részletekig történő tárgyalása zajlik. A külügyi bizottság az tipikusan, mint ahogy egyébként itthon is, meghallgatások, viták, tehát nincs ilyen értelemben, technikai értelemben vett szakpolitika, hanem egy ilyen folyamatos meghallgatások, riportok, beszámolók, zárt üléseken való meghallgatások. Na most ez nagyon izgalmasá teszi. Tehát azért, amikor egy ukrán, orosz háború időszakában az ember meg tudja hallgatni a ukrán külügyminisztert, a Stoltenberget, különböző szakértőket, külügyminisztereket ezzel a témával kapcsolatban, és lehet tőlük kérdezni, meg lehet őket szólítani. Ez egy végtelenül izgalmas dolog, tehát az Európai Parlamentben annyi totum faktummal lehetett megismerkedni, akivel hát úgy egy átlagos politikai karrier alatt csak nehezen. Tehát nyilván Magyarországra is érkeznek delegációk, meg találkoztunk nyilván külügyminiszterekkel, meg miniszterelnökökkel, stb. De azért kint az Európai Parlament az egy nagyon magas presztízzel rendelkező intézmény, és hát annak a külügyi bizottsága az különösen egy kiemelt intézmény, tehát ott látogatást tenni, felszólalni, egyeztetni, az minden ország számára presztízzel bír. És hát a külügyi bizottságban is olyan tagok vannak, tehát csak egy pár nevet említsek, tehát egy Berlusconi, egy Tajani, a Sikorski, ugye mostani lengyel külügyminiszter, és még hosszan-hosszan sorolhatnám, tehát a
a 27 tagállamból volt miniszterelnökök, volt külügyminiszterek, a komplett lengyel kormány, aki az elmúlt 30 évben volt, azok európai parlamenti képviselők, és azok közül sokan, Beáta Szydló, tehát mind a külügyi bizottságban foglalnak helyet, és fogalmaznak meg véleményt, ott vitatkoznak, és hát ilyen emberekkel egy bizottságban ülni, őket hallgatni, az ő tapasztalatukat meghallani, az egy nagyon érdekes élmény és tapasztalat. A 20%-os Jobbik után egy mostanra 1%-ra csökkent Jobbik folyamata, hát egyfajta kvázi kisgazdásodás, elvégre annyi különböző párt vagy pártkezdeményezés szakadt ki ugye az akkor egységes, potens és erős Jobbikból. Ugye Mi Hazánk, Polgári Válasz, Reformerek, Volner párt, Második Reformkor Néppártján, illetve van olyan képviselő is, aki Márki-Zay pártjában folytatja a karrierjét. Ez a folyamat, ez belülről nézve, hogy ment végbe? Elnök helyettesként, majd elnökként vezetve a megmaradt Jobbikot. Hát ennek, erről hosszan lehetne beszélgetni, hogy ez ugye hogy ment végbe ez a folyamat. Viszonylag egyszerű a történet. Ugye egy néppártosodás indította el a Jobbikot egy másik úton, mint amin megalakult. Tehát, hogy ugye a néppártosodás vezetett egy irányváltáshoz. Ez alapvetően ugye a radikális Jobbiknak a középre tolódását, néppártosítását irányozta elő. Ugye Vona Gábor hirdette meg ezt a stratégiát, és ezt Vona Gábor ugye nagy elánnal képviselte 2018-ig, és amikor a legnagyobb eredményt elérte a Jobbik a történelme során, és a legnagyobb ellenzéki frakciót alakította meg 2018-ban, akkor Vona Gábor felállt és eltávozott. Aminek eredményeképpen jött egy párthasadás. Tehát ugye az volt az első nagy krízis, ahol a párt az alapvetően két részre szakadt. És 2018 óta, ettől a pillanattól kezdve alapvetően egy folyamatos válságmenedzselés zajlik a pártban. Ugye először a Vona Gábor távozása indukálta azt, hogy a párton belüli, és ugye hát itt kell megemlíteni azt, hogy hát valóban mennyire egységes lehetett a párt, ha a Vona Gábor távozásával egyből megjelentek olyanok, akik a régi radikális Jobbikot akarják, sírták vissza a Torockai László vezetésével, és azóta Mi Hazánk név alatt működtetik ugye ezt a formációt, szinte azonnal kiszakadtak. Tehát jól látszott az, hogy a párton belül a radikálisok és a néppártiak azok között volt egy összebékíthetetlen ellentét, legalábbis ezt sugallja a képlet, hogy Vona Gábor távozásának a másnapján ugye a párt az ilyen értelemben szétrobbant. Na most ugye az én, hát akkor még nem vezetésemmel, de akkor, amikor Schneider Tamás átvett, és én elnök helyettes, meg frakcióvezető voltam, akkor ugye mi a néppártosodásnak az útján próbáltuk megtartani ezt a pártot. De ugyanakkor ugye beindultak olyan folyamatok, amik kifejezetten ugye a magyar választópolgárok irányából érkező hát ilyen igények voltak, hogy hát legyen valamiféle összefogás, meg együttműködés az ellenzéki pártok között. Ezt ugye a Jakab hajtotta végre, de hát annyira jól hajtotta végre, hogy a Jobbiknak teljesen a identitását szinte felszámolta, ami egy végzetes hibának bizonyult. Na most én ugye ezt próbálom visszahozni. Tehát egy krízis után a túlzott néppártosodást, ami az önfeladást és a jobb-közép, konzervatív, keresztény-konzervatív irányzatot, ami a pártnak az útja, ezt a háttérbe szorító Jakab Péteri elnökség után próbáljuk ugye most visszahozni. És ugye ez igazából ez volt az igazán nehéz.
Tehát nem a néppártosodás meghirdetése és végigvitele okozta a nagy problémát, hanem az, ahogy Jakab Péter irányításával ez a párt, ez szinte teljesen feloldódott egy ilyen balliberális, hát hogy mondjam, próbálkozásban, és ebben szinte teljesen eljutott odáig a párt, hogy elveszítette a jellegét, meg a karakterét. Na most nagyon nehéz, tehát ha egy párt elveszíti a jellegét és a karakterét, azt nagyon nehéz visszahozni és visszaadni. Az csak úgy lehet, hogyha, tehát kőkemény munkával lehet. Na most nyilván Jakab Péter távozása egy újabb pártszakadással ment végbe, és hát utána fogtunk hozzá ahhoz, hogy a pártot azt egy ráncfelvarrással, egy új brand építésével gatyába rázzuk, ugye ez lett a Jobbik Konzervatívok, egy európai szövetséggel stabilizáljuk, ez lett ugye az Európai Keresztény Politikai Mozgalomhoz való csatlakozás, ez az ECPM, amit óriási személyes sikeremnek tartok, és az egész politikát, amit a Jobbik Konzervatívok képviselt, azt egy olyan személynek a indításával, mint amilyen Róna Péter, hitelesítsük. Amit a másik nagy személyes sikeremnek tartok, mármint Róna Péter leigazolását. Tehát ez volt igazából a mesterterv, ami hát szerintem nagyon jó ki volt kalkulálva, nagyon szépen ki volt számítva. Két dologgal nem számoltam, három dologgal nem számoltam. Az egyik az az ázbírság, amit már mondhatnám, hogy kellő rutinnal fogadunk, hiszen 18-ban egy 1 milliárd forintos ázbírságot kellett befizetnünk. Most a kampányidőszakban kellett elszenvednünk egyedüli pártként. Az összes többi párt, beleértve Karácsony Gergely pártját, a Párbeszédet, amelyik annak a nagy 4 milliárd dolláros vagy forintnyi guruló dolláros mutyinak a középpontjában állt, a Párbeszédet nem büntette meg az ÁSZ, Márki-Zay Péter pártját nem büntette meg az ÁSZ, az összes baloldali pártot nem büntette meg az ÁSZ, minket megbüntetett, és elvonta a forrásunkat a kampányból. Tehát ezzel nem tudtam számolni, hogy pénz nélkül kell majd egy kampányt lefolytatni. Nem számoltam azzal, hogy a balliberális média, amely kifejezetten szereti magát függetlennek beállítani, és fejhangon picsogni, meg rikácsolni azon, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság, miközben körülbelül ugyanannyira érdekli őket a független média, meg a független sajtó, mint amennyire a NER, meg a kormánymédiát érdekelheti. Teljes mértékben kiszorították azt a Róna Pétert, akinek ott egyébként bármelyik ilyen portálon, vagy bármelyik labba a véleményére, a publikációira, a megszólalásaira folyamatosan igényt tartottak az elmúlt 30 évben. Most totális ellenszében, totális elhallgatásban kellett a kampány üzeneteinket elhallgatni. Tehát pénz nélkül, totális média ellenszélben, és akkor ugye arról még nem is beszéltem, hogy hát a párton belül is kialakultak olyan mozgások, amelyek, hát hogy mondjam, egy bizonyos érdekkör tekintetében, hát ők ugye inkább a Magyar Péternek a kampányát tologatták, mint a saját pártjukét, a Jobbikát. Tehát van a párton belül egy olyan jó beazonosítható kör, amelyik, hát ugye saját pártját elárulva a Magyar Péternek a kampányát tolta az elmúlt néhány hónapban. Kik ezek a személyek, és van-e valamilyen személyi konzekvencia az ő esetükben? Hogyne, több etikai eljárást elindítottam, voltak itt, tehát ami alapvetően a kizárásukat célozza, ezek az etikai eljárások most folyamatban vannak. Ugye van egy bizonyos Kis Zoltán Imre, akiről ugye a kormánymédia is már írt, a Magyar Nemzet, meg egyebek. Ő a Jobbiknál egy tag volt, meg egy srác, aki ugye most a Magyar Péter oldalán
főszervezője a Magyar Péter rendezvényeinek. Vele volt egy beszélgetésem, ő távozott a pártból, miután megkértem, hogy távozzon, felfüggesztette a párttagságát, ami ugye érdekes, nem tudom, hogy miért nem megszüntette a párttagságát, kérte a párttagságát felfüggesztését, és hát volt több olyan eset, amivel kapcsolatban etikai eljárást indítottam. Ezeket most itt nem szeretnék neveket mondani, de voltak egészen hajmeresztő esetek. Például Magyar Péter március 15-i rendezvényét azt volt olyan, hogy a pártnak egy felső vezetésében dolgozó ember segítette és szervezte, vagy segített a szervezésében. Meg volt olyan is, aki jelentkezett EP képviselőnek Magyar Péternél, miközben prominens Jobbik tag. Na most nyilván én ezt... Mandátummal rendelkező Jobbik tagról van szó? Hát önkormányzati képviselőről, igen. Tehát önkormányzati helyi szinten képviselőről, igen. De ezeket szeretnénk rendezni, és nyilván a tisztújításig szeretnék arról gondoskodni, hogy az ilyen emberek a párton kívül találják magukat. Mert ez nyilván az árulásnak a minősített esete. Említette, hogy egy kereszténydemokrata pártcsaládhoz sikerült csatlakozni, ugyanakkor frakcióhoz egyikhez sem, az egész ciklust párton kívüli és frakción kívüli képviselőként töltötte Brüsszelben, mint jobbikos képviselő. Alapvetően a néppárthoz szeretett volna csatlakozni. Mi lehet az oka annak, hogy nem sikerült? A KDNP vétózott, hiszen az még mindig tagja a néppártnak, és nem véletlen, hogy még köztársasági elnöki választása előtt nyilatkozta Novák Katalin a Fidesz párt alelnökeként, hogy attól függetlenül, hogy a Fidesz mint párt kilépett az Európai Néppártból, a CDU-val és a CSU-val nagyon erősek és szorosak a kapcsolatok, hiszen más pártok miatt léptek ki, olyan pártok miatt, amelyek ugye hangadóak a frakción belül, de ez nem érinti a Fidesz-CDU-CSU viszonyt a későbbi köztársasági elnök asszony szerint. Tehát a KDNP-nek teljes jogú és teljes körű tagsága van a néppártban. Ők vétózták azt, hogy a Jobbik belépjen, illetve most akár ugye a tervezett Tiszapártféle belépést is vétózhatja esetleg a KDNP, vagy más miatt nem tudott a Jobbik bekerülni a frakcióba? Hát én nem tudom, hogy Novák Katalin milyen szerhatás alatt gondolta úgy, hogy a Fidesznek és a CDU-CSU-nak kiváló a kapcsolata. Ha jól emlékszem, Manfred Weber azután kötött útilaput a Fidesz delegációnak a talpára, miután Deutsch Tamás, azt hiszem, egy gestapo tiszthez, vagy SST, vagy nem tudom, de valahogy már nem emlékszem a pontos terminológiára, de ilyen gestapo stempónak minősítette Manfred Webernek a Magyarországgal szemben megfogalmazott kritikáját, de most ebbe nem pontosan idézem, de úgy emlékszem, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban Manfred Webernél, de most kötve hiszem, hogy a Fidesznek és a CDU-nak és különösen a CSU-nak annyira rózsás lenne a viszonya, és hát azóta is halljuk Manfred Webernek, tudjuk, ismerik a véleményét a Fidesz-szel kapcsolatban, hát nem baráti. Ami a KDNP-t illeti, hát én most néhány héttel ezelőtt hallottam a újdonsült kormány szóvivőnek a véleményét. Mentzer Tamás mondta azt, hogy talán nagyon reméli, hogy a KDNP-nek már nem sokáig kell egy háborúpárti uniós európai parlamenti frakcióban ülnie, mert hogy az Európai Néppárt szerint egy háborúpárti frakció. Tehát most kíváncsi a várom, hogy a KDNP erre majd mit fog lépni, vagy a néppárt az majd hogyan fog viszonyulni a KDNP-nek a IPP-s tagságához, vagy Hölvényi György erről a kijelentésről mit gondol.
ami az ECPM-et illeti, vagy bocsánat, először is, hogy ugye miért nem sikerült frakcióhoz csatlakozni. Én ugye 5 évig voltam európai parlamenti képviselő. 19, 20 és 21-nek is egy része az ugye a Covid-dal telt. Tehát ami hát közel a mandátumomnak az egyharmada, az arra ugye a Covid-nak az árnyéka rávetült, ami ugye nagyon-nagyon nehézzé tette ezt a networkinget, meg a kapcsolatépítést, kapcsolatteremtést. Én elsősorban azzal a szándékkal mentem az Európai Parlamentbe, hogy a Jobbik konzervatívokat ebből az elszigeteltségből, ami ugye a korábbi szélsőséges, radikális mi voltából fakad, ebből kiszabadítsam. És azt a kapcsolatépítést véghez vigyem, aminek a végeredménye egy frakcióhoz való csatlakozás, egy pártcsaládhoz és egy frakcióhoz való csatlakozásba torkolhat. Tehát a Covid ezt sajnos ugye a legelején ugye hátráltatta ezt a folyamatot. Utána viszont gőzerővel rákapcsoltunk, és az ECPM-hez felvételt nyertünk. Az ECPM-ről azt kell tudni, hogy fél tucat európai parlamenti képviselővel rendelkezett. A felük az ECR-ban, annak is a normálisabb felében, és az IPP-ben, tehát az Európai Néppártban ülnek. Mindez a folyamat engem személy szerint, mint egyéni tag, tavaly októberbe vettek föl. A pártot viszont, a Jobbik konzervatívokat idén áprilisban. Tehát pont a ciklusomnak, a mandátumomnak a végére sikerült csatlakozni egy olyan európai párthoz, amelynek a tagja révén tudtunk volna frakcióhoz csatlakozni, de nyilván április-májusban már a kampányban frakcióhoz már nem nagyon lehet csatlakozni. Na most, amit az ECPM-ről tudni kell, az az, hogy 2002-ben alakult Laki Telken, ami ugye azért, ha valaki Lezsák, magyar demokrácia, rendszerváltás, és hát meg ugye a magyar rendszerváltáshoz kötődő ugye ilyen demokratikus folyamatok ugye ott indultak be. 2002-ben ott alakult, és a KDNP, és különösen a Barankovics alapítvány, az nagyon-nagyon szoros kapcsolatokat ápolt az ECPM-mel. Tagja volt. És amikor nyilván megtudták azt, hogy én érkezem, akkor ők távoztak. Tehát, hogy a KDNP-nek, tehát az én érkezésem az ECPM-be magával vonta a KDNP-nek és a Barankovicsnak a távozását az ECPM-ből, és hát nyilván nem esett nekik jól, hogy engem és a Jobbik konzervatívokat fölvették. Hát ebből fakadóan nincsen róla semmi információm, de nem lennék rajta meglepve, hogyha az IPP-n belül azért elég komoly mennyiségű követ mozgattak volna meg azért a KDNP-sek, hogy mi oda ne tudjunk bekerülni. Tehát itt ez nyilván az ECPM okán, ez egy nagyon komoly konfliktus a Jobbik és a KDNP között. Mi lehet annak az oka, hogy a régi 20%-os Jobbik szavazótáborából gyakorlatilag a radikálisabb szárny tudott megmaradni stabil szavazótáborként, ugye a Mi Hazánként függetlenedett szárny részére, és az a fajta jobbliberális, nemzeti liberális, konzervatív, jobbközép, centrista vonal, amelyiket elvileg le kéne fednie a néppártosodott Jobbiknak, az nem maradt lojális ehhez az erőhöz, hanem például nagy arányban szavazott át ugye a Magyar Péter féle új pártra, vagy akár morzsolódott le más irányokba. Hát ugye például több tényező is ebbe közrejátszhatott, ugye biztos, hogy közrejátszott az is, hogy a Jobbik konzervatívok ugye a néppártosodás során ugye folyamatosan meg kellett, hogy vívja, tehát hogy a Mi Hazánk távozása után ugye a Jobbikban még volt egy-két komoly krízis. Ugye a Schneidernek a távozása sem volt egy egyszerű eset, ugye Jakab Péterrel sem barátkozott meg sok mindenki ugye a Jobbikon.
majd a Jakab távozásával ugye egy újabb pártszakadás volt a Jobbikban, és hát ennyi válság után azért ugye egyre nehezebb egy pártot azt gatyába rázni, és hát hogy mondjam, talpra állítani, és egy működő közösségé kovácsolni. Az is közrejátszik, hogy a Jobbik konzervatívok senkinek sem a kedvence, se a balliberális médiáé, sem a Fideszé, tehát minket mindkét irányból támadtak és préseltek az elmúlt időszakban. A Mi Hazánkot, meg mintha, nem tudom, de a balliberális média is nagyon szeretné, főleg abból a szempontból, hogy ellenpontozza ugye mindig ugye a Mi Hazánk jelentette veszély, az ugye mindig folyamatos és központi média szereplővé avanzsálta a Mi Hazánkot ugye a balliberális médiába, ami hát politikai szempontból a Mi Hazánknak a hasznára vált, és hát akárhogy is nézem, de a Mi Hazánk az a Fidesznek egy szatellitpártja, szerintem a Mi Hazánkra a Fidesznek óriási szüksége van, tehát amikor, ahogy a Fidesz radikalizálódik, és megy egyre inkább az őrület irányába, egyre fontosabb az, hogy legyen tőle még jobbrább, egy még őrültebb formáció, akik a készpénz használat, a chemtrail, a laposföld hívőség, a WHO-nak a nem tudom én milyen rendelete okán ugye egyre bugyutább és egyre hajmeresztőbb programpontokkal meg elképzelésekkel áll elő. Tehát ugye hatalom technikailag, ez ugye a Fidesznek ugye ez a centrista, vagy ugye a centrist, centrumban lenni, vagy legalábbis hát hogy mondjam, olyan szereplőket tudni magunk körül, akik a mi pártunkat pozícionálják, ez a Fidesznek mindig is egy fontos stratégiai szempontja volt. Ugye az, hogy a Mi Hazánk az tőle jobbra létezik és virágzik, az egy nagyon fontos stratégiai kérdés a Fidesznél, ami úgy látom, hogy nagyon komoly figyelmet, nagyon komoly energiát és nagyon komoly pénzügyi erőforrásokat is hát hajlandó áldozni erre a Fidesz. Tehát én hát olyan mennyiségű City Light-ot, óriás plakátot, meg kampányeszközt, amivel a Mi Hazánk rendelkezik, én még nem nagyon találkoztam. Tehát én úgy látom, hogy ez a Fidesz nagyon sokat beletolt a Mi Hazánknak a mostani kampányába is. A korábbi pártelnökökkel, Bona Gáborral, Schneider Tamással és Jakab Péterrel van bármilyen nexusa, vagy beszélő viszonyban sincsenek? Hát ugye a saját közösségükre visszafele köpködő pártelnökökkel egy regnáló pártelnöknek ugye mindig nehéz a kapcsolata. És sajnos ez egy ilyen magyar betegség lehet. De hogy jobbikos betegség, az egészen biztos, hogy a távozó pártelnökök a saját közösségükre előszeretettel köpködnek vissza, meg előszeretettel kritizálják. Ugye ez Jakab Péter esetében ez nagyon jól tetten érhető, Schneider Tamásnál is, tehát valahogy mindig a tudja, hogy mikor kell és mit posztolni ahhoz, hogy a Magyar Nemzet és a Hír TV az nekünk kellemetlen pillanatokat tudjon osztani, de hát ez gondolom összefüggésben van azzal a támogatással, amit ő most bizonyos fideszes körökkel vagy bizonyos köröktől kap így a politika utáni életéhez. Meg hát úgy néha, hogy Vona Gábornál is azért a Jobbikkal kapcsolatos kritika, bár most már ugye egyre kevésbé, de azért ez a Vona Gábornál is megjelent, de a Vona Gábornál csak úgy finomabban. Ebből kifolyólag a Jakab Péterrel semmilyen kapcsolatom sincs és rossz, tehát vele kifejezetten nem jó, tehát én ugye amikor megválasztottak elnöknek, nekem kellett a Jakab Péter távozásra felszólítanom, meg ráadni a kabátot, hogy
megtalálja a kijáratot. A Schneider Tamás távozásánál már ugye Jakab Péter volt az elnök, de Schneiderrel se jó a kapcsolat, ugye ebből kifolyólag, hogy ő ugye előszeretettel köpköd vissza a saját közösségére, és hát valahogy mindig úgy, hogy az a Fidesznek a narratíváját, meg a Fidesznek a narratíváját segítse. Vona Gáborral meg igazából nincs rossz kapcsolatom, nem vagyunk beszélő viszonyban, tehát nem szoktunk beszélgetni, nem szoktunk összejárni, de valószínűleg vele még fogok, tehát hogy vele nincs, nem vagyunk rossz kapcsolatban, nem vagyunk rossz viszonyban. Nyilván az, hogy ő távozott a párttól, akkor, amikor az 20-valahány százalékon állt, és itt hagyta ezt a közösséget, ami aztán utána ugye hát folyamatosan ugye ilyen válságokkal kell, hogy küzdjön, ez ugye egy picit rossz szájízt hagyja az ember szájába. Mi lehetett az oka Vona Gábor távozásának? Magánéleti okok, politikai okok, elvárat, burnout? Ennek sok oka lehetett. Én ugye csak 2 éve vagyok pártelnök, de meg tudom azt érteni, hogy az embernek úgy elege lehet, vagy hogy eljön egy olyan pont, amikor az embernek valamiből elege lesz. Én simán el tudom azt képzelni, hogy volt egy ilyen burnout, volt egy, ő is azért ugye valószínűleg ugye egy nagyon intenzív kampány után, meg felfokozott várakozások után nem tudta véghez vinni a kormányváltást, ami egy szerintem egy teljesen irracionális cél volt, és egy teljesen hamis képzetbe ringatta magát azzal kapcsolatban, hogy ott akkor egy kormányváltást véghez lehet vinni. Na most, ha valaki nem reálisan látja a helyzetet, meg a helyzetét, és túlságosan felfokozza az elvárásokat, akkor abból jöhet egy olyan mértékű csalódás, ami tehát összezuhan. Miközben a Jobbik teljesen organikus módon a legjobb eredményét érte el. Tehát ez is közrejátszhatott benne. És hát ami szerintem biztos, hogy közrejátszott benne, és az a Gábornak a Gábor nem tudta szerintem, vagy nem jól kezelte azokat a konfliktusokat, amik a pártban a néppárti politikát végig kísérték. A Gábor ezeket a konfliktusokat vagy nem kezelte, vagy ledelegálta másoknak, akik ezt nem megoldották, hanem elsinkófálták, vagy pedig kifejezetten rosszul oldotta meg. Például úgy, hogy a saját ellenségét, meg a saját ellenlábasait, azokat fölfelé buktatta. Ilyen volt Volner János, aki hát ugye egy kritikus időszakban frakcióvezetővé vált, miközben ott Vona Gábornak kellett volna frakcióvezető pártelnöknek megmaradnia, hiszen kormányváltásra készült. Na most ő ezt valamiért, ha már akkor is teljesen nyilvánvalóan áruló és más irányokba is játszó Volner Jánosnak adta át ezt a pozíciót, akiről tudni lehetett, hogy hát Vona Gábornak egy ellenlábasa a párton belül. De ugyanezt Torockai Rászorról is elmondható, akit Vona Gábor hozott be az elnökségbe, holott ezt semmi nem indokolta egy ásott halmi polgármester vonatkozásában. Tehát szerintem egy polgármesternek pont az az előnye, hogy helyi ember és helyi ügyekkel foglalkozik. Országos politikába behozni egy polgármestert szerintem nem szerencsés, mert ez a kettő ez olyan, mint a tűz meg a víz. De nyilván utólag könnyű okoskodni, de szerintem a Vona Gábor a 2018-as választásoknak az estején szembesült azzal, hogy tele van ez a párt olyan emberekkel, akik őt vagy nem értik, vagy kifejezetten ellene dolgoznak, és akkor még arról nem is beszélek, hogy hát nem tudom én, az akkori pártigazgató Szabó Gábor az, mintha úgy effektíve szervezte volna a Vona Gábor köré ezeket az ellenlábasokat. Tehát ott, amikor a regionális igazgatóknak a fele, akik az operatív kampánynak a levezénylését kell, hogy végezzék, átigazol a Mi Hazánkhoz, akkor az egy elgondolkodtató jel. Tehát, hogy a párt elnökének a stratégiájának a végrehajtása az a pártigazgató által olyan emberekre volt rábízva, akik teljesen egyértelműen egy másik irányvonalat képviseltek. Tehát
Ezt én úgy gondolom, hogy erre a Vana Gábor talán akkor döbbent rá, és erre mondta azt, hogy na jó, hát akkor én most itt elmegyek pihenni. Brüsszelben frakció nélkül mely akár magyar, akár külföldi EP képviselőkkel volt egyfajta szorosabb együttműködés, vagy akár baráti kapcsolat? Hát az ICPM-esekkel, ugye, az ugye nem meglepő. Tehát én ezen az ilyen keresztény-konzervatív, keresztény-demokrata vonalon mozogtam. Ez ugye, tehát hogy mondjam, ugye IPP-sekkel, ICR-osokkal, tehát az ICR-nak ott a normálisabb felével. Mely pártok sorolhatok a normálisabbnak tekintett felének a erővége? Mindenki ugye a PIS és Meloni nevét szokta ennek a pártcsaládnak a esetében sorolni, illetve még a Brexit előtt ugye a brit konzervatívokat, de ugye vannak még mások is ebben a pártban, európai pártcsaládban. Kik azok az akár konkrét pártok vagy képviselők, akik ebbe a normálisabb kategóriába sorolandók? Elvégre most nagyon sok párt konkrétan azzal kampányolta végig a kampányidőszakot, hogy fölháborítónak tartják azt, hogy von der Leyen nem határolódott el Melonitól, sőt, kifejezetten azt várja, hogy majd egy újabb ciklusra a vélhetően meggyengülő zöldek és a Green Deal és a nekik való megfelelés helyett egyfajta Meloni-féle szövetség által biztosítsa magának a második ciklusra a helyét. Tehát kik azok, akik nem ez a fajta posztfasiszta rémképként tekinthető része a pártcsaládnak, mint Meloni, hanem a normális része? Szerintem nem szabad abba a hibába esni, hogy a kampány, tehát a kampányban ezek az ilyen ideológiai alapon megfogalmazott támadások, ezek nagyon sokszor rossz indulatú és politikai, ezek politikai eszközök arra, hogy revolverezzük a saját ellenfelünket. Tehát nyilván az IPP-t tőle balról jöjjön az az SND-től, a Renew-tól, a zöldektől, vagy a szélbaltól, ugye folyamatosan az a kritika éri, hogy hát ő ott mindig kokettál az ilyen szélsőségesekkel, meg nem tudom én kicsodákkal. Másik irányból pedig teljesen jogosan éri egyébként az IPP-t egy olyan kritika is, hogy túlságosan balra tolódott, és az SND-vel való folyamatos centrumpolitizálás révén kiüresítette azt a politikát, amit Schumann, Konrad Adenauer, Di Gasperi és még egy páran képviseltek Európában 50-60-70 évvel ezelőtt, és amin egyébként az Európai Unió nyugszik. És ilyen értelemben ma a konzervatív, jobboldali politizálás az eltűnt a politikai palettáról. Tehát az, hogy most a Marine Le Pen ilyen sikeres lehet Franciaországban, ez alapvetően annak köszönhető, hogy eltűnt a gólista, jobb-közép történelmi párt, és átvette a helyét a szélső jobb, ami egyébként próbál bejönni a centrumba. Gyakorlatilag a Mélenchonék is. Hát azok meg azért, mert a szocdemek. A Mélenchonék, mint a gólista párt. Hogyne. De a Mélenchonék is ugye úgy tudtak fölbukkanni és az élre törni, hogy a szocdemek is, tehát akik egy tisztességes a mainstream szocdem politikát képviselik. Sose lesz az én favoritom, de van Európában egy balközép szociáldemokrata hagyományokra építő, nagyon tiszteletre méltó vonal, ami ezt képviseli. Na most a Macronnak az lesz az egyik fő történelmi bűne és talán öröksége is, hogy szétverte a Franciaországot, az ötödik köztársaságot évtizedek óta uraló
jobb-közép-bal-közép váltógazdaságot, amiben a gólisták meg a szocdemek, tehát Mitterrand, Chirac vonalon, tehát az volt ugye talán a csúcspontja, de Franciaország sorsa ugye mederbe volt terelve. Tehát azzal, hogy ez fölrobbant, ez kilent robbantva középről, Le Pen és Mélenchonnak a párharcává és martalékává vált Franciaország. Na most ebben nem akarok belemenni, csak annyit szerettem volna megállapítani és megjegyezni, hogy szerintem az Európai Néppártnak az a küldetése, hogy visszanyerje a kereszténydemokrata, keresztény-konzervatív gyökereihez visszataláljon, jobbra tolódjon abból a balra tolódásból, amit egyébként jogos kritika ér, abból jöjjön vissza a jobb-közép, markáns, keresztény-demokrata politizálásnak az ösvényére találjon vissza, és ahhoz nyerjen meg olyan szövetségeseket, mint amilyen például a Meloni. Tehát ha politikailag az a kérdés, hogy a Meloni, mert a Meloni fő dilemmája, amiről a teljes sajtó beszélt, a legnagyobb nyilvánosság előtt, hogy Meloni dilemmája az, hogy Le Pen hívására a széljobb tömböt megalakítsák-e, vagy pedig az, hogy folytassa a középre húzódást, és megtaláljon valamiféle modus vivendit az IPP-vel, és létrehozon egy jobb-közép blokkot. Tehát szerintem, amikor baloldalról a posztfasisztákkal együttműködő von der Leyen kezdetű mantrák beindulnak, az azzal a hátsó szándékkal van megfogalmazva, hogy nehogy már az Európai Néppárt úgy legyen még erősebb, hogy a normalizálódó ilyen Meloni-féle pártokkal még nagyobbra tudja növelni a saját támogatottságát. A Melonit, ha valaki megnézi, a múltjától teljesen eltekintve, az elmúlt években szerintem egy nagyon tisztességes, jobboldali, konzervatív politikát folytatott, amit az elődjének, a Draghinak a kormányzásától nem lehet megkülönböztetni. Tehát lehet, hogy vannak, nem tudom én, ilyen szimbolikus kérdésekben, néha itt-ott-amott túlfutások, mint most ez a, nem tudom én, kampányban föllibbent, hogy ott valami, nem tudom én, hol regionálisan ott kiadtak valami bélyeget, valami Mussolini-nak az egyik, nem tudom én, kicsodáról. Ezek ilyen kampány és teljesen marginális dolgok. Meloninak a politikáját kell megnézni, és hogy mit csinál az elmúlt években. Hát szerintem egy teljesen vállalható jobb-közép politikát folytat, és egy nagyon felelősségteljes kormányzást folytat. És ha Meloni ezt tudja folytatni, és európai szinten is inkább a néppárt felé tud elmozdulni, akkor Európa fényes jövő előtt áll, mert ezzel a széljobbot, ez a széljobb felé is egy üzenet, hogy van egy erős, stabil, jobb-közép, kereszténydemokrata politika, és a szélsőség az meg marginalizálódik és elszigetelődik. Tehát szerintem semmi probléma nincs azzal, hogyha például az ilyen Fratelli Itáliás korábban radikális, múltra visszatekintő pártokat be tud húzni a néppárt. A jobbik konzervatívok számára ez egy minta, hogy hogyan lehet radikális pártból centrista jobb-közép pártot csinálni. A legutóbbi parlamenti összefogás pártjai közül egyrészt a Jobbik, másrészt a Momentum, amely deklarálta, hogy nem hajlandó későbbi választásokon összegyócsányozódni, és külön akar indulni. A tegnapi választásokon a két EP-ben ülő pártelnök, ön és Donát Anna egyaránt elveszítette az európai parlamenti mandátumát, sőt, ugye
a Momentum kikerült a budapesti közgyűlésből, a Jobbik pedig még budapesti listát sem tudott indítani. Mennyire lehet ennek a két pártnak jövője a emancipálódva az egykori összefogásból, és a lista végéről, ahova fölkerültek az EP képviselők, felkívánja-e venni a parlamenti mandátumát, és visszatérni, ugye egy jelenlegi frakciótag lemondása által a magyar törvényhozásba, ahol korábban egy szűk évtizedet töltött? Nincs ilyen szándékom, tehát kétségtelenül rákerültem 2022-ben a parlamenti országgyűlési választási listára, valahol ott az utolsó helyen, de nem azzal a szándékkal, hogy egy EP mandátum után ugye visszajöjjek a magyar országgyűlésbe. Nincs ilyen háttér alkú, aminek révén itt valaki fölállna és én beülhetnék a helyére, tehát ilyen nincs. Én a magyar országgyűlésben nem leszek a következő két évben képviselő, vagy legalábbis nem, nincsenek ilyen tervek. Hát ugye már leszoktam arról, hogy olyanokat mondjak, hogy soha, mert ki tudja, hogy mit hoz a holnap a magyar közéletben, de nincs ilyen szándék és nincs ilyen terv. És nem ilyen céllal kerültem fel az országgyűlési listánkra. Hogy van-e jövő, azt mondja, Momentummal előtt van-e jövő, azt nem tudom, de a Jobbik konzervatívok előtt annyiban van jövő, hogyha meg tudja őrizni az egységét egy ilyen kudarcos választási eredményt követően. Bizakodóak vagyunk abból a szempontból, hogy szinte kivétel nélkül az összes olyan önkormányzatot, amit 2019-ben jobbikosként nyertünk el, azt meg tudtunk tartani. Ami azt jelenti, hogy a jobbikos polgármesterek azok köztiszteletnek örvendenek, és jól dolgoznak, és van támogatottságuk. Budapest soha nem volt a bástyánk, tehát az, hogy nem tudtunk listát állítani, meg nem mi adjuk a főpolgármestert, ez azért nem okozott akkora csalódást, mert nem is volt ilyen típusú elvárásom. De ami most a következő két évben egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz, hogy ez a közösség, mert ez egy közösség, ez egységes tud-e maradni, ebből a választásból a konzekvenciákat megfelelő módon le tudja vonni, és el tudja kezdeni az építkezést a következő két évben. Ugye ilyenkor az egyik legnagyobb veszély, hogy egy pártnak a többsége az elkönyveli veszett fejszennyelének a pártot, és apátiába zuhan, vagy kifelé elkezd kacsingatni, vagy teljesen, hát hogy mondjam, így elkallódik, vagy lemond mindenről. Tehát erőt kell meríteni, el kell kezdeni építkezni, és föl kell készülni a 26-os választásokra. Nálunk most lesz egy tisztújítás, június 29-én, mert hogy ma írta ki az elnökségünk a mai napon, és hát ott remélem, hogy egy olyan elnöksége lesz, egy olyan elnökség kap felhatalmazást, amelyik ezt a munkát végre tudja hajtani. Ön tervezi az újraindulást az elnökségért ezen a tisztújítón? Igen, tervezem. Én úgy gondolom, hogy annak dacára, hogy csalódás a tegnapi választási eredmény, azért mégiscsak el tudjuk azt mondani, hogy az elmúlt két évben a párt az átesett egy brandváltáson, újra megtalálta a jobb-közép konzervatív arcélét, be tudott lépni egy európai szintű pártba, tehát van egy nemzetközi kapcsolatrendszere, amire tud támaszkodni, ami egy óriási siker, és le tudta igazolni az egyik legjobb európai listavezetőt, Róna Pétert, és még akkor is így van ez, hogyha Róna Péter vezetésével a Jobbik konzervatívok csak 1%-ot tudott elhozni. Én úgy gondolom, hogy ez nem a párton és nem Róna Péteren múlott. Róna Péter személye
az országvilág előtt igazolta azt, hogy a jobbik konzervatívok az megérkezett oda, ahova a néppártosodás útján mindig is el kellett érkeznie, és ez szerintem egy óriási teljesítmény.